minden fontos dolog Budapesten történik. Aki ezzel egyet ért, az álljon erre az oldalra. Aki nem ért ezzel egyet, az álljon erre az oldalra. Ez egy vitaszínházi előadás, téma az Budapest. Mi minden köt oda? Hát itt is lehet munkát vállalni. Nem, az én szakmámat nem tudom vidéken csinálni. Ezt nem hiszem el, hogy itt lehetne munkát vállalni. Valakinek az jelenti a biztonságot, hogy van egy kis kertem és ott saját magam megtermelek valamit, ez Budapesten necces. Más vélemény erről az oldalról? Ezek a vidéken kiskertet kapírgálnak meg, stb. Ez egy idea, de ez nem létezik. A GDP-nek a 40%-a Budapesten termelődik, Magyarországon ez is sokkal-sokkal nagyobb arány, mint máshol. Beszélgetünk arról, hogy az országban mi a helyzet, és hogy az országban milyen funkciója van egy a fővárosnak. Aztán eljutunk odáig, hogy így a saját lakóközösségünkben, vagy a lakókörnyezetünkben milyen ügyeink vannak. Ha azt mondom, hogy megtiltom, hogy beülj az autókba, és adok egy BKK-béletet, akkor fogják használni. Nekem például az egy baromi jó alternatíva lenne, és ezt elszoktam, hogyha négyes metronát, hogy még parkolni. A lakógyűléses jelenet is nagyon tetszett, tehát hogy olyan annyira életszerű volt. Az a helyzet, hogy mivel összesen hárman jöttek el, és ebben az épületben 42-en laknak. Nem nagyon van fórum arra, hogy az emberek, a lakosok városi ügyekről tudjanak beszélni egy közösségben, vagy egy élő helyzetben. Az Örkény közben fontos vállalásunk, meg véleményünk, hogy a városban egy színház városi fórumként is működik. A bicikliseknek fogalmunk sincs arról, hogy mi ez a kressz. Halló! Ég a bolygó! Én biciklizem, úgyhogy nem ismerem a kresszt. És nem tudom, hogy néha jogosan dudálnak el, vagy nem, akkor magamban tök feszülté válik attól az út, hogy egyébként csak azt kéne bepótolnom, hogy megismerjem a kresszt. Engem azért keresett meg a Hanna és a Dominik, mert úgy érezték, hogy egy ilyen vita során hasznos lenne, hogyha egy objektívabb hang is megjelenne, hogy mik azok a tények, vagy egységes szakmai álláspontok ezekben a városi kérdésekben, amiket fontos hallniuk ezeknek az embereknek, akik itt ülnek, mert mondjuk ez befolyásolhatja azt a véleményt, ami mentén végül állást foglalnak az adott kérdésben. Nagyon jó kezdeményezés, és sokkal több ilyen kéne. Budapest, Budapest, te csodás! Most lesz Budapest 150. születésnapja. Most lehetőségetek lesz arra, hogy kívánjatok neki valamit.